Vlagyimir Szutyejev, a kisegér meg a ceruza. Egyszer volt, hol nem volt, volt Vova az talán egy ceruza. Vova gyakran rajzolt vele képeket, és a ceruza engedelmesen lerajzolt mindent, amit Vova akart. Egyszer, amikor Vova aludt, egy egérke mászott az asztalra. Meglátta a ceruzát, felkapta és vonszolni kezdte az egér lyuk felé. Engedj el, kérlek, könyörgött a ceruza. Mire kellek én neked, hiszen fából vagyok, nem lehet engem megenni. Rágcsálni akarlak, mondta a kisegér. Bizseregnek a fogaim, s emiatt folyton rágcsálnom kell valamit. Így mi? És a kisegér úgy megharapta a ceruzát, hogy az feljajdult belé. Jaj! Kiáltotta a ceruza. Akkor legalább hadd rajzoljak valamit utoljára, aztán tégy, amit akarsz. Na jó, egyezett bele az egérke. Rajzolj hát. Utána úgyis apró darabokra ráglak. Nagyot sóhajtott a ceruza, és rajzolt egy kör. Ez sajt? Kérdezte az egérke. Lehet sajt is, mondta a ceruza, és még három kis karikát rajzolt. Hát persze, hogy sajt, ezek itt benne a lyukak? Találgatta az egérke. Lehetnek lyukak is, egyezett bele a ceruza, és még egy nagy kört rajzolt. Ez alma, kiáltott fel az egérke. Lehet alma is, mondta a ceruza, és néhány ilyen hosszú kifli formát rajzolt. Már tudom, ez itten kifli, ezek meg kenyerek, kiáltott a szája szélét nyalogatva a kis egér. No, fejezd be gyorsan, mert már nagyon bizseregnek a fogaim. Várj egy pillanatig, szólt a ceruza, és amikor ezeket a háromszögeket kezdte rajzolni, a kisegér felkiáltott. Hiszen ez olyan, mint egy macs, ne rajzol tovább! A ceruza azonban már hosszú bajuszt is rajzolt. Igen, ez egy igazi macska, cincogta a megrémült egérke. Segítség! És bemenekült az egérlyukba. Azóta az orrát sem dugta ki onnan. Vova ceruzája még most is megvan, csak ilyen kicsi lett. Te is próbálj a ceruzáddal ilyen macskát rajzolni. Hadd féljenek az egerek!